Szia, Andrew! Szia, Móra! It's nice to meet you. Örülök, hogy találkozunk. Az első magyarországi koncertet pont itt volt, 2016-ban. Vannak emlékeid erről? Igen, emlékszem, ez volt az első fellépésünk az európai turnénkon, és talán tél közepén lehetett ez legutóbb. De teljesen elképesztett, hogy mennyire gyönyörű ez a város. Na hát ezt akartam hallani. Tehát tetszik neked Budapest, ugye? Nagyon. Nagyon. Nem is hiszem, el sem hiszem tényleg. Miért nem tudnak erről többen? Szerintem sokan tudják, hogy létezik Budapest, mert nagyon jó ez a hely. De 3 évvel ezelőtt Ian-nel és Alex-el voltál itt. Mi történt ezekkel a srácokkal? Tényleg ezzel akarod kezdeni? Igen. Szerintem ez egy jó kérdés. Igen, ez egy jó kérdés. Nos, hát körülbelül 2 évig turnéztunk együtt, és Alex a The Void-dal is, és a Casted Blankets-nak az együttesével is turnézott, úgyhogy voltak ott is lekötései. Aztán született egy fiam körülbelül 1.5 évvel ezelőtt, úgyhogy 8 hónapot kivettem. És ha az ember 8 hónapra visszavonul, akkor ugye a többiek más fellépéseket vállalnak, úgyhogy elkezdett egy másik bandával játszani. Úgyhogy amikor visszatértem a turnézáshoz, akkor mondtam, hogy figyeljetek, van néhány turnénk, de addigra már lekötötte egy másik művész, úgyhogy egy új bandát kellett építeni, és ez sokkal jobb, annyival jobb, tényleg annyival jobb. Hát gratulálok először is a fiathoz. És hogyan lehetél rá Hamishre és Bradre? Nos, Hamish-sel már 2011-ben játszottunk együtt, akkor a Wolf Mother-ben volt, körülbelül 2-3 évig, és ezt követően egy szóló lemezt készítettem. Úgyhogy azóta ismertem Hamish-t, úgyhogy játszottunk már korábban együtt, csináltunk európai turnékat is. Brad pedig Hamish-sel játszott korábban a The Vines együttesben, úgyhogy így találkoztam Braddel, ez Hamishen keresztül történt. Beszéljünk a szóló lemezedről, ugye a második szóló albumod. Jó, persze, miért nem? Szóval a második szóló albumod múlt évben jött ki, a Slipstream című. Mennyiben különbözik ez a Wolf Mother albumoktól? Hát ezt, ennek én magam voltam a producere, és így rengeteg pénzt tudtam megspórolni. Tudom, persze ez egy nagy különbség, de stílusban volt-e bármi különbség? Stílusban? Hát... Van jó néhány barátom, aki dobolnak, de... Na mindegy, szóval ezen nincs túl nagy különbség, őszintén, szóval nincs túl sok különbség. De akkor miért van szóló projekted? Hát azért, mert azt gondoltam, hogy most ezt egy menedzser nélkül, kiadó nélkül, Wolf Mother nélkül csináltam. De úgy akartam csinálni, hogy semmiféle hátszelem, semmiféle támogatásom ne legyen. Igen, ez jó hangzik. Beszélj akkor a saját stúdiódról, Rombayban. Hát igen, a Byron Bayben voltam 8 éven keresztül. És kiköltöztem a stúdióból, kiköltöztettem onnan mindent. És ott vagy most egyedül, és a saját zenédet csinálod a saját stúdiódban? Csak igazából át akarom látni, hogy hogyan néz ki, amikor egyedül dolgozol. Hát nézd, szóval bizonyos értelemben ez arra kényszerített, mert így kezdtem egyébként régen, amikor Jerk and a Thief and a Woman Wine Unicornban, akkor így kezdtem, volt ez a raktár, egyedül voltam ott, sőt, ott is laktam ebben a raktárban, és aztán azt gondoltam, hogy jó, van egy dobkészletem, egy gitárom, egy basszusom, egy matracom a raktár közepén, úgyhogy így kezdtem az egészet, úgyhogy bizonyos értelemben visszatértem a gyökerekhez. És úgy érzem, hogy ez igenis sokat javított mind a dalok írásán, hiszen minél inkább én csinálom a dolgokat, annál inkább a saját stílusom jön át, és annál inkább egyedivé válik szerintem a dolog. Igen, azt gondolom, hogy jól gondolod ezt, de mondjál valamit az új Wolf Mother-re. Azt mondtad, hogy úgy gondolod, hogy jól gondolom?
Így gondolom, hogy te jól gondolod, a te gondolkodásod e tekintetben jó. Tehát jó, jó állsz hozzá a projektethez. Na, beszéljünk az új Wolfmother albumról. Mikor jön ez ki? Nos, hát három dal van meg az új albumról. Ezeket LA Los Angelesben írtam a stúdióban. Miért nem a saját stúdiódban? Nem, mert kiköltöztem. Összepakoltam, kiköltöztem. Úgyhogy a cuccaim egy raktárban vannak most. Ami bizonyos értelemben jó egyébként, mert hiányzott az, hogy mozogjak és inspiráljanak különböző helyek, különböző emberek. Szóval mikor jön ki az album? Hát nem tudom. Nos, szerintem én csak azt tudom javasolni, hogy mindenki kövesse az Instagramunkat, a Facebookunkat, a hivatalos Instagram oldalt, illetve a Facebook Wolfmother oldalt, illetve menjen fel a wolfmother.com-ra, csatlakozzon a levelező listánkhoz, és mindenkit folyamatosan tájékoztatni fogunk menet közben. Mert azt gondolom, hogy manapság ez úgy működik, szóval az ember így felteszi a dalokat, élő videókat tölt fel, és hát csak úgy, mint ahogy te csinálod, ugye, interjúkat csinálsz, és egyre többet mutatsz meg a különböző oldalaidból, és most már van egy ilyen platform, amelynek segítségével ezt az utat meg lehet osztani másokkal, így van? Igen, ma így működik. Látod? Jól csinálod, ezt is jól látom. Köszönöm szépen, és nagyon boldog Wolfmother napot kívánok, ma is jó koncertet. Köszönöm szépen, Nora.